Csodálatos érzés volt, főleg amikor megnyertem az Európa bajnokságot, hogy igen itt vagyok, dobogó tettein, és a himnusz, de hogy holnap már azt mondják, hogy tegnap, valahogy a, 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 én is úgy éreztem magamban, és szerintem egy jó sportember olyan, helyre raktam, és már kerestem az újabb győzelmeket. Tulajdonképpen most kezd egy kicsit úgy tudatosulni, és előkerülni a polcról, hogy miket értem el, mit tudtam alkotni, visszaolvasom a régi újságcikkeket, akkor ez egy állomás volt, egy robogó vonatban. Természetesen mindig szenteltem arra időt, hogy megálljak, visszanézek. Igen, ezt elértem, ezt megcsináltam, tudjak neki örülni, de az adott célra, és még többet, még többet szeret, szerettem volna, akár úgy mutatom, hogy. hogy kapzsi volt a meredmény terén, hiszen a szűk idő az élsport, de, de ez az egész csúcs, ennek a folyamatnak a, ez, ez, csak a csúcsa. De én azért nagyon szeretek kiállni bárkéré, vagy gyerekekkel foglalkozni, vagy a szülőknek megmondani ezt a sportágat, mert én vagyok a, ennek a sportnak az az egyik képviselője. Nagyon sok, hála Istennek most még több olyan versenyző van, aki elérte, aki, aki azt tudja mondani, hogy ez nem varázslat. Tehát ez nem úgy történik, hogy valaki be esetleg Na egy isten véletlenül kijön, nem. Ennek megvannak a folyamatnak a lépései. Én is innen kerültem ki Péter Bácsitól egy, egy tanfolyamról, felfigyeltek rám, és léptem egyet, kettőt, és ma ott voltam Európa tetején. Szóval ez, ez, én nagyon hiszem azt, és ezt nem csak úgy szoktam mondani, hogy propagandó hogy gyerekek, benetek van a, a jövő, és ti tudjátok megcsinálni, ez tényleg úgy van. Akik ülnek velem szemben, nem baj, ha nem, most nem ő a legügyesebb, később az lehet belőle, kitartást szorgalommal, mert én is így tudtam megvalósítani. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű recept, és én minél több gyereknek szeretném ezt odaadni. És hogy érzed egyébként a, a kitartás és a szorgalom mellett a te tehetséged, a te alapvető tehetséged, mennyiben segített hozzához, hogy ilyen sikereket tudtál elérni? Ö, nyilvánvalóan kell tehetség, hogy maga azt, ezt a mozgásfajtát tudjam csinálni, de én... Én nem mondtam magam soha tehetségesnek, szerintem az edzőim sem. Tehát nem volt nagyon sok olyan csapattársam, aki sokkal hamarabb, korábban el tudta sajátítani azt a mozg mozgáskultúrát, azt a, azt a technikát. Én nekem a tizedikre sikerült, aki másnak elsőre. Viszont én addig tudtam csinálni, amíg, amíg, amíg tényleg ö, ö, sikerre nem tudtam kovácsolni az egész judoküzemet. Szóval én, én úgy szoktam mondani, hogy ha oda megyek egy kisgyerekhez, akkor, akkor lehet érezni, a, hogy tűz van benne. Tehát egyből átjön az, hogy akár egy játéknál, hogy még egyet, egy visszavágót. De akiben nincs meg ez, abban is elő lehet hozni. Tehát én úgy szeretem tartani az edzéseimet, hogy, hogy játékos formában, de kihozni belőlük mindig egy kis apró rész motivációkat. Tehát akarja megnyerni azt a játékot. Természetesen a következőt is, még nehezebb játékot, küzdőjátékot, aztán egymással küzdenek, hogy próbálja megnyerni. Természetesen szoktam olyat is csinálni, hogy, hogy ne tudjon mindig nyerni, mert, mert nagyon fontos, hogy a, a, vereségnek, a, a kudarcnak is az elviselése, természetesen nem belenyugvással, hanem később majd ez még magasabb szintre emeli a tudását. Tehát azt mondod, hogy a kitartás a lényeg ebben az egészben, hogy az ember mindig tudjon újra felállni és újra küzdeni, illetve az imént említetted, állomásokként emlegetted mondjuk egy-egy Európa bajnoki címet, egy-egy országos bajnoki címet, állomásként jelöltél meg a saját életedben. Milyen állomás volt az, amikor kijutottál a Pekingi olimpiára? Hát az egy hosszabb állomás volt. Úgy éreztem, az életem főműve lassan elkészül, Kitűzött céljaimat maximálisan el tudom érni. Sajnos lett egy betegségem olimpia előtt nem sokkal, ki kellett venni a mandulámat. Ott egy kicsit beárnyékolódott az egész siker, amit felébítettem. Az olimpiának elég jelentőre futottabb neki, tehát abban az évben nem volt győztes mérkőzésem. És talán ez is egy olyan dolog, hogy, hogy ha elém áll egy tanítvány, azt tudom mondani, hogy nem, nem, tud nekem újat mondani győzelemről, kudarcról, sérülésről, nagyon kevés sérülésem volt, betegségről, hogyan kell felkapaszkodni, hogyan kell lejönni. Tehát minden folyamatát ismerem ennek a sportnak, és remélem nem hangzik ez túl nagyképűen. Én inkább magabiztosnak mondanám magam. Jó érzés, hogy egy olyan dolog van hátam mögött, ez ennyire értek. Szóval... Én egyet fogadtam meg, és ezt szerintem a sport alatt sokan el tudják sejtítani. Hogy nem azt tűztem ki, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni, vagy hogy nehogy kiessek. Én azt az egyetlen egy célt tűztem ki magam elé, hogy ami bennem van, azt tudjam kihozni. Csak arra koncentráltam, hogy a legjobb legyek saját magamhoz képest azon az olimpián. Meg akarom nyerni, de nem az olimpiát, egy meccset, aztán kettőt, aztán hármat, bármennyi is jöjjön, én akarok lenni a legjobb. Szóval egy ilyen dologgal mentem ki az olimpián is. Ő, útra valóban, és amiért a hetedik hely nem okozott nekem csalódást, sokan kérdezik, az két okból ö, történt, ahogy ott hagytam az olimpiák történetéből a új lenyomatomat, a másik pedig, hogy ami bennem volt, azt kiosztam. Aznap ennyit tudtam, a legjobb tudásom szerint küzdöttem, harcoltam, hetedik hely lett, Örülök neki. Nagyon szép eredmény az olimpiai hetedék helyezés, úgyhogy a te hozzáállásod pedig mindenképpen dicséretes a dologhoz. És hát az előző évben ugye Európa bajnokságot nyertél, még az olimpia előtt, még pedig egy olyan ellenfél ellen, aki egy évvel korábban legyőzött téged. Ez nagy elégtétel volt, amikor, amikor legyőztél valakit, aki, aki korábban felülkerekedett rajtad? Köszönöm a kérdést, mert Köszönöm kicsit ki is rázott a hideg, ahogy ezt így, így elmondta, tényleg egy fantasztikus élmény volt. Elő első felnőtt Európa bajnokságomon döntőbe kerültem az orosz Gassimov ellen, és ez egy csodálatos dolog, csak én néha belegondolok, Oroszországban valahol van egy Gassimov nevezetű versenyző, aki lehet most, hogy éppen ugyanígy beszél rólam, csak a, a nem tudom, lehet, hogy az hogy már van fia, vagy a barátainak, hogy volt egy magyar hatfi, szóval ez is egy olyan nagyon érdekes dolog, de most nem akarok belemenni, mert rövid az időnk. Szóval igen, Európa bajnokságon találkoztunk, döntőbe, csináltam egy technikát, ami megkontrázott, és ő nyert. Egy év múlva ugyanúgy döntőbe találkoztunk, én megfogadtam, ha még egyszer találkozunk, akkor, akkor visszavágok neki. Ott találkoztunk, és megvan a videón, ugyanazt a technikát csináltam, ugyanúgy, de most én nyertem. És nagyon nagy elégtétel volt. Kicsit ott az EB-n, amikor ezüstőmes lettem, akkor éreztem, hogy mi, a, mi az, az arany érem, hogy majdnem Európa bajnok lettem, és nagyon szerettem volna a dobogó csúcsára állni, és egyik fő sikeremnek érzem azt, hogy, hogy, sikerült a legjobb legyek az egy, a három nagy verseny közül, mert én úgy gondolom, hogy a sportol életében három nagyon nagy verseny van. Európa bajnokság, világbajnokság és olimpia. Szóval az egyiket azt ki tudtam pipálni, a másik kettőn még lehetett volna szépíteni, de így sikerült. Majd a fiatalok, akiket tanítok, én tényleg nagyon bízom benne, hogy ő bennük, bennük van. Igen, pont ezt akartam szóba hozni, hogy mindenképpen beszéljünk erről, hiszen már ugorgattunk itt a történetek között, illetve tettél rá utalásokat, hogy te gyerekekkel foglalkozol most is, mert hogy tanítod őket, mégpedig cságáncsozni, és próbálod velük is megszerettetni ezt a sportot. Hogyan jött az ötlet, hogy te végül is edzővé válj? Sokat nem kell gondolkodjak, hiszen ebben a dologban vagyok hiteles, ehhez értek. Nagyon szeretnék még tanítani is, tényleg nagyon szeretem a gyerekeket, az embereket. Szerintem emberekkel foglalkozni nagyon hálás dolog. Tudt fárasztó is lenni, nehéz is, de nagyon szép pályafutás. Az, hogy nem a klubomnál, az egyelőre még így alakult én ezt tényleg komolyan gondolom, hogy, hogy egy művészember, egy költő a szülőföldjéről ír egy verset, egy festő az, az, lefesti képeken, nagyon sok ilyen dolgokat látunk. Egy sportoló azon kívül, hogy ide szállítja az eredményeket, tehát megemlíti, szerintem egy azt tudom tenni, hogy ide visszavök, és a kerületben kicsit visszaadom, amit én kaptam. És azt, hogy pont ide Péter bácsinál, ahol én elkezdtem, és együtt csináltuk még tavaly a júdó edzéseket, ez egy, ez egy nagyon kiváltságos és szerencsés dolog, tehát tényleg bejártam az egész világot, aztán vissza a kerületbe. Szóval egy, egy nagyon szép, hálás feladatnak tartom ezt, és hát nagyon remélem, hogy, hogy mindenfelé tudom a, a judot de hát úgy látom az olimpiai siker, mely sikersport lett, nagyon szép teljesítményt jutottak a fiatalok, a maga a sport is egyre jobban fejlődik, és hát nagyon bízom benne, hogy itt a, a kerületben is egyre többen próbálják ki ezt a nagyszerű sportágat. Említetted azt is, hogy te később tovább tanultál, és ha jól tudom, akkor a testnevelési főiskolán szereztél diplomát. Tehát, hogy itt már, amikor te elkezdtél tanulni, és ebbe az irányba elmenni, akkor tudtad, hogy te valamilyen szinten tanári pályára, vagy edzői pályára készülsz ezzel? Ö, az elején még nem voltam ennyire céltudatos, ö, mindenképpen szerettem volna tovább tanulni, hiszen úgy éreztem, hogy a, csak a sport és napi két edzés, és nem csak mellette más, az egy kicsit úgy, úgy kezdtem elfánsulni, és ö, éreztem, hogy, hogy tovább kell tanuljak. Itt jött a nagyon jó klub, nagyon jó barátok, akik elvégezték a testnőség egyetemet, és mondták, hogy Dani, ez, ez teljes mértékben nagyon fogod szeretni, neked való olyan dolgokat tanulsz, amit tudsz kamatoztatni a sportban is, megismered a testedet, és, és, egy olyan pályára, ami, hozzá, ami neked testhez álló, egy olyat fogsz vele tapasztalni, és hogy nagyon jó lesz. És azt tudom mondani, hogy, hogy hihetetlen módon segített a sportban. Nem csak azért, mert tudtam, hogy milyen edzésmódszer, mi, mi mit mozgat, min fáj éppen esetleg, vagy mit kell még fejlesztenem, hanem azért, mert egy olyan sportolói társaságba kerültem be barátok által. Olyan tanárok, olyan tanárok tanítottak, akik, akik, akiknek mind-mind beszerettem valamit bizonyítani, hogy mi van bennem. Pavlik tanár úr, aki vizet volt az orvos, anatómiából tanított, Víg bácsi, aki Magyar Zolinak volt a, a, az edzője, e, jöttek a fősón szembe, és már messziről gratuláltak, hogy Danikám, Európa bajnok lettél, nagyon ügyes vagy, ki, kirakták a úszástanszékre, hogy gratulálunk Hatvi Daninak. Ezek annyira életettek, annyira motiváltak, hogy, hogy Szerintem nagyon nagy szerepe van az egyetemnek is, hogy beiratkoztam és tovább csináltam. E, nagyon motiváltak, a másik pedig az, hogy, hogy tudtam, az életem jó irányba van. Nagyon fontos sportolónak a, egy sportolónak a fejében, hogy rendben legyenek a dolgok, rendben legyen az élete. Tudja, hogy ha véget ér a sportpályafutás, mert mindenki tudja, aki kicsit elrejti magába, az nem mond magának igazat. Aki már nagyon készül rá, az kicsit átveri magát ő is, tehát mindenki ott van legből, hogy vége lesz egyszer. És akkor nem szabad ott a pályafutás végén ott állni, hogy én csak ehhez értettem. Kell valami másik is. És nekem ez egy óriási megnyugvást adott, hogy, hogy van a, a kezemben egy, egy diploma, nem fog visszaesni a, a földre, tudom ezt tovább kamatoztatni. Most judozzak, amik tudok, és később majd utána akkor jöhetnek a gyerekek, akár tanári pálya akár edzőként, és akkor szépen tovább tudom csinálni az életemet. És hát így is lett, akkor ezek szerint? Pontosan mikor kezdtél el edzősködni, és hány éves gyerekekkel foglalkozol? Ö, ha jól emlékszem, egy éve, egy éve kezdtem el gyerekekkel foglalkozni. Hát rögtön bekerültem a mély vízbe, tehát napi szinten iskolai órákon belül tartottam zsúdó foglalkozást Óbudán. Jött egy ilyen pályázat során ott, ott is segítettem, és délután pedig tanfolyamedzés formájában itt a kerületben, a Csikegyekben és a Török Ugrató iskolában is tartottam. Egészen piciktől, tehát az azt hiszem, négy éves kortól ovisoknak, és 16 éves korig, tehát természetesen csoportelosztásban, de török uratóban tartottam az ovisoknak itt van a Csikiben meg Péter bácsi csoportjának, aki első osztálytól hetedik osztályig tartottam ha megkérdeznéd, hogy, hogy melyik korosztály és, és melyiket választ rám szívem szerint, nem tudnék erre választ adni, hiszen mindenkinek megvan a szépsége, kicsit a nehézsége. A nagyobb fiúk, ők már tudják, hogy egy neves sportot állnak szembe, látják, hogy jó kiállású, hogy ők nagyon szót fogadnak, nagyon akarják megmutatni, hogy bennük van, és ők is szeretnék azt a pályát betölteni. A kicsik még nem annyira, ők nekik csak egy edzőbácsi vagyok, de viszont ők, ők meg annyira aranyosak, és annyira ott, ott, kezdődik el minden, ott minden lépést a judóból ott tőlem kapnak. Tehát ott nagyon jó érzés, egy fél év után kicsit úszottam, csak becsukom a szemem, vagy elfordulok, és visszanézzek, mint a most látnám először, akkor azt mondom, hogy hihető, ők már tudnak judozni, ők már tudnak esni, tudnak sorakozni, meghajolni, és ez az én munkám, és ez, ez ilyen pillanatokban nagyon boldogát tesz, szóval mind a két korcsoportnak megvan a maga szépsége. Kívánunk még nagyon sok sikert neked ezen a pályán, nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönöm neked a beszélgetést. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ennyi volt már az én történetem, a jövő héten találkozunk, viszontlátásra!